Örülök, hogy velünk tartanak most is. A legelkötelezettebb ATV nézők talán arra is emlékeznek, hogy tegnap este a Csat című műsorunkban a fekete kampányokról volt szó, azokról a lejárató kampányokról, amikről utóbb kiderül, hogy egy szó nem volt igaz belőle, de mégis politikát építettek rá. Mi is készítettünk egy táblázatot, ami azt mutatja, hogy ennek azért van hagyománya a magyar politikában, és nem is megyünk vissza mondjuk 94-ig, amikor Kuncze Gábort vádolták maffia kapcsolatokkal, de emlékezzenek Kövér László 2002-es köteles beszédére, vagy Kósa Lajos ügyére, ami aztán bíróságon végződött, ahol ő győzött, ott prostituáltakkal próbálták összekapcsolni a személyét, Vona Gábor, akit melegvádak értek, és itt vannak a civil aktivisták, akik a Soros ügyektől kezdve a külföldről elfogadott pénzekig számtalan dologgal küzdöttek abban az időszakban, 2018 környékén, a kampányok időszakában. Szakértőt hívtunk, kampányszakértőt, hogy beszéljük meg, hogy ennek mekkora a magyarországi és mekkora a nemzetközi gyakorlata. Helyszler Ákos, jó reggelt kívánok. Reggelt. Szóval mi rácsodálkozunk újra, és megdöbbenünk azon, hogy emberekről le lehet írni olyan állításokat, amikről aztán kiderül, hogy egy szó nem igaz belőle, eleve konstruált valóságról beszélünk, de ennek van egy nemzetközi hagyománya is, ezt nem Magyarországon találták ki, legfeljebb fejlesztik. Igen, ez nem hungarikum. Ugyanakkor én is pont ezzel kezdem általában a munkát, hogyha ránézek valamire, akkor megnézem, hogy mi van a világban, tehát nem Hegyeshalomtól Záhonyig tart az univerzum, sajnos. Már van rá törekvés. Így van, jó törekvések vannak erre. Tehát, hogy mi van külföldön, és azért én azt látom, hogy az a szint, amit a 444 riportfilmjében csodálatosan megmutatnak, tehát ez a szint, ez itt van. Ez nem fér be a stúdióba, ez nem fér be a kékes tető alá. Tehát ami külföldön megy lejáratásként, mondjuk most éppen Russell Brandet rángatják meg, akiről ugye még nem tudjuk, hogy bűnöse vagy sem. Politikában volt millió példa, az teljesen más szint, mint az, amikor a magyar állam az általa pénzelt propaganda gépezeten keresztül, ami a propaganda gépezetben piacinak tűnő médiumok is szerepelnek, tehát a magyar állam, a magyar kormány az állam képviseletében megpróbálja a politikai ellenfeleit megsemmisíteni. Tehát én ilyet nem ismerek, nem láttam. Oké, nem beszélek oroszul, de ezt majd megbocsátják nekem. Tehát, hogy abba az irányba nem néztem. De az Európai Unióban ez egészen biztosan, hogy de nem az történik itt, hogy persze mi itt élünk, mi, hogyha az ember tájékozódik, akkor látja, hogy mennyiféle szálon kapcsolódnak például a leleplező cikkek különböző kormányzati szándékokhoz, de ez messzebbről egyáltalán nem látszik, és az olvasók egy jelentős része számára sem látszik. Tehát olyan, mintha az újságíró, ahogy egy tényfeltáró újságíróhoz illik, utána ment volna a dolgoknak és bizonyít. Igen. És mert hogy ez így történik, így nem lepleződik le az, hogy az állami gépezet van mögötte. Így van, sőt, ugye gyakran ezek a szerzők kilétére sem lesz információ, akár bíróság. Mint a szerkesztőségi cikk lenne. Így van, tehát a bíróságon az Origó főszerkesztője azt mondja, hogy nem tudja, hogy ki írta a cikket a saját lapjába. És az a furcsa, hogy amikor nézem ezt az embert, az Origó főszerkesztőt, aki így megy, és mikrofon dugnak az orra alá, mert egyébként nem áll szóba ő sem a médiában, és így el tudom képzelni róla, hogy tényleg nem tudja. Tehát simán lehet, hogy egyszerűen neki csak odaadták, hogy figyelj, Ámbor, most ezt. De ez a világban biztos, hogy nagyon másképp működik, vagy az történik, hogy mi meg azt nem látjuk így át. Tehát nem. Az Egyesült Államokban biztos-e az, hogy mondjuk az, ami zajlott a Biden-Trump kampány idején, és ott mindenfélék elhangzottak a másik féllel kapcsolatban, azok mögött nem voltak hivatalosságok. Nagyon jó kérdés, mert valójában nem arról beszélgetünk, hogy Juhász Péter mit csinált, vagy mit nem csinált a magánéletében, és arról milyen cikkek jelentek meg. Nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy ki kontrollálja a médiát, és hogyan kontrollálja a médiát, és mire használja a médiát. Tehát mindenki kontrollálni szeretné a médiát, nekem is ez a szakmám. Azt próbálok meg cégeket vagy szervezeteket hozzásegíteni, hogy az üzeneteiket eljuttassák, és ezt médiahacken keresztül, vagy ügyeskedve, vagy kapcsolatrendszerrel ki hogy dolgozik. Ez egy dolog, ez egy munka. Ez tök rendben van. Az viszont, hogy az enyém a média, és
hát egy része. Függetlennek tetetem, úgy csinálok, mintha az egy megyei napilap lenne, amihez hozzászoktak a magyar vidéki emberek 80 éven keresztül, hogy van egy megyei lapjuk, és aztán abba karakterre ugyanazokat a cikkeket, hazugságokat jelentetem meg valakiről, tudva, hogy ha majd elveszítem a pert, akkor majd maximum leírom, hogy hazudtam, és kifizetek 2 millió forintot az önpénz, vagy a te pénzedből, és a nézők pénzéből, tehát mindezt a mi pénzünkből, na azért ez azért nagyon-nagyon nagy. És azonnal... Ráadásul évekkel később, tehát lezajlik egy választási kampány, lesz annak egy végeredménye, utána elkezdődik 2 évvel később egy per, és majd egyszer lesz egy eredménye, már senkit nem érdekel, hogy Juhász Péternek például hány pontban volt igaza a médiában. Hát így van, ugye a hírek ugye körülbelül, hát most már 3 napig sem élnek, szerintem most már 3 óráig élnek, és a hatásuk pedig ezeknek az embereknek az életére örök, a mi életünkre örök, tehát azt, hogy a mi demokráciánkkal és a mi országunkkal ezt meg lehet csinálni, ezt a szintű erkölcs, tehát ez ebből, ugye azt szokták mondani, hogy nagyon könnyű kiszabadítani a szellemet a palacból, de visszaszuszakolni, azt majd borzasztó nehéz lesz, ha valaha megérjük. De nagyban is ez zajlik. Tehát, hogyha megnézzük az Európai Unió és a magyar kormány viszonyát, ez most már hivatalos, kvázi jegyzékváltásban tartalmaz olyan állításokat, amiket cáfol az Európai Unió. És ennek ellenére ezek megjelennek utána a kormányzat által támogatott, kiadott dokumentumok formájában, lásd például a nemzeti konzultáció. Igen, hát az Ursula von der Leyennek a szóvivője azt mondta, hogy ránézett az új óriás plakátra, amit nem tudom, hogy már kint van, azt hiszem, az utcán, amin ő a Soros fiával szerepel, mint az aktuális főgonosz, és azt mondta, hogy a szemöldöke sem rándult. Tehát ők már ezt, de hát nagyon érdekes egyiket, hogy azt szokták mondani, hogy már az sem igaz, amit kérdezel. És hát a magyar kormány a nemzeti konzultációval ezt elérte. Itt járt Kele János ma reggel a Momentum politikusaként, akivel és a pártjával kapcsolatosan már nem a kormányzat, hanem annak a támogató tagozata fogalmazott meg hamis állításokat. Ugye, mintha a Momentum a románoknak szurkolt volna. Igen. Az Európa-bajnokság selejtezőjében, és nem Magyarországnak. Ez ugye egy új szint megint, mert létrehoztak egy olyan szervezetet, amelyik saját maga fogalmaz meg állításokat, nem tudom mennyire önállóan. Szerintem annyira nem. Egyébként én is nagyon egyébként erre kimondottam, és ezt mondtam, én kimondottan büszke voltam, hogy én Etyeken lakom, és kérdéseket tettem fel a Facebookon a polgármester tevékenységével kapcsolatban, és én is megkaptam a magam kis lejárató kampányát. Én nagyon büszke voltam rá, hogy azáltal a Facebookos tevékenységem miatt egy ilyen komoly és fontos ember, mint egyik polgármestere, fontosnak tartotta, hogy engem hazárulónak meg deviánsnak nevezzen. Azért kívánom, hogy legyenek másfajta örömei is. Viszont innen tudom, hogy ezek, minden tiszteltem a polgármester úré innen is, de nem nézem ki belőle, hogy ő találta ki ezt a kommunikációs fogást. Különösen, hogy megnéztem más vidéki Facebook csoportokat, és látom, hogy ez egy visszatérő téma, és egyébként az én országgyűlési képviselőm is kiírta a montenegrói meccs szünetében, hogy na, az ellenzék is kapott egy fél időt, amikor vezetett ugye Montenegro 1-0-ra, és akkor beírtam neki, hogy szerintem ez az igazi nemzetellenes politika, amikor magyart magyar ellen hetszelünk, mert hogy tartozunk már össze. Heisler Ákos kampányszakértővel beszélgettünk a fekete kampányokról. Köszönöm szépen. Én köszönöm.